Üdvözlöm minden kedves nézőt, itt a... Nem. Én még mindig Csió vagyok, és mellettem ezen a mérkőzésen Livius lesz. Szia, Livius! Szia, Csió, itt a... Nem. Nem. Szóval üdvözlöm minden kedves nézőt, és valóban téged is, Csió. No, hogy tetszett a Cloud NTSM? Így nyitásnak? Én mindig örülök, hogy egy új hős érkezik ide az LCS színpadára, pláne, hogy nyerni is tud, az Ednél kibontakoztam a buszon, kb. Végigvisítottam a 3-as metrópótlót. Így a Queen érkezésével pedig azt mondom, hogy megint egy üde színfolt. Nagyon akarok már egy kis koreai ligát is kasztolni a Teemo-kkal, ott elképesztő dolgokat csapatnak. Egy volt. Nem baj, többet de az ne is várj jó. Azért. Poppy Mid is azért elképesztően jó húzás, de felveszik a ritmust, a srácok, és érkeznek az újabb hősök. Ez mindenképpen jó és szívderítő. Nem unatkozunk legalább, nincs az, mint tavasz, hogy megint az a 10 hős, jaj, most itt van minden, amit el tudunk várni. Nunu, még mindig nem? Vagyis bocsánat, Amumu. Nekem is ez a fejembe, hogy lejön-e Amumu? Nem. Nem. No. Fenébe. No, no, sajnos nem. Az a baj, hogy annyira látom az akciót, hogy Amumu így csészel valaki, és akkor sírt halálra, gyerünk! Fogjuk az ölébe! Nem. Azt hiszem, hogy ezt én csináltam, amikor még gyakoroltam a kasztességet, és rátöltöztük a srácokkal, valami ilyesmi volt, de nagyon rég volt. No. Az vicces, amikor ott meghal egyedül, és akkor megír magára, hagytuk a barátaid! És akkor tényleg egyedül játszom botok ellen. Na, a következő mérkőzünk a CLG és az Optic Gaming összecsapása. Amit kiemeltünk itt a pre-show alatt, hogy azért Poe elképesztően ügyes volt a múlt héten, és hát sikeresen zárták a hetet. Kíváncsi vagyok, hogy Viktor csattan-e. Jó, de ezért tegyük hozzá, hogy most Huhival kell szembenézni, akit pedig semmilyen szempontból nem olyan könnyű megfordni, közben köszönjük Skinek az emelő nem kommentet. Volt, Knax volt, akkor viszont értem, hogy miért volt rossz a poén. Na, fura volt, igen, hogy nem volt vicces. Na, viszont akkor nézzük meg a tippeléseket, mit szólsz. Hogy én szerintem az Optic ellen tippeltem, van egy ilyen érzésem. És a CLG-re szól azok, hogy így becsatlakoztatok, bár pontot nem fog érni. Hát de ez sem meglepő. Tehát, hogy a Darcik az csak az Opticra tippel. Szív még mindig dobog Darcikban. Most viszont figyelnem kell, mert Darcik közelbe ért, úgyhogy most óvatosan kell venni. Igen, mert múlt héten is megjártátok ezt, és ő akkor Optic arra... 2-0 volt, igen. Az sajnos ez a rossz hét volt. Már meglátjuk, hogy most Optic mit tud letenni. Igazából még mindig nem érzem úgy, hogy egy középső esélye is elég ahhoz, hogy lehozzon egy meccset. Az előző metákban rendben volt, mert hogy akkor talon és négy embert kitörlök egyedül, most ez nem így fog működni. Jó, nem, azért az Opticban vannak jó játékosok, de egyértelműen Poe-ra építik a taktikát, és amióta gyenge pont lehet, ez szerintem kicsit talán az alsó ösvény, habár pont a múlt héten azért a lövészük elég magabiztosan teljesített, de ennek ellenére azért a Stixé, illetve Biofrost alsó ösvény mindenképpen erősnek érzem. Igen, maximálisan jó az ő szinergiájuk. Ez a közös ösvényes építkezés aztán tavasszal volt, pláne Európán belül honos, ugye ott a Jisuki-ra fektettek rá kívül nagy hangsúlyt, de ez egy idő után sem válhat, hanem nagyon sebezhetővé is szerintem, amit mondani szerettél volna. Könnyen megfogható és büntető a közös ösvény, talán egy jó jungle-esel, ami egyre kevesebb van mind a kettő régióban sajnos. Igen, de most pont olyan meccs jön, amiben két elég jó jungle-es, tehát azért Rainover-re mindenféleképpen úgy érzem, hogy érdemes odafigyelni, és Okédien sem érzem egyébként igen. Rossznak. Ugye ezen kívül még Dardák van, aki Amerikában azért elég nagy teljesítményt tud letenni az asztalra, de hát ő ugye majd a nem napmérkőzésén a két első, a Flagfest és az Echo Fox összecsapásán fogjuk majd megnézni. Meglátjuk, hogy Amerikában a négy elsőből ki lesz az, aki majd kiemelkedik és valóban ki tudja hozni a maximumot. Egyelőre itt fele annyira sem biztos semmi, mint EU-ban. Ott azért az H2K-ről már lehet sejteni, hogy... Nem jut be a rájátszásba? Hogy az EU Masters-en találkozunk, ezt akartam mondani, de... Ha igen, nem jut be a rájátszásba, az elég valószínűbb. No de, nézzük egy kicsit meg akkor ezt a Queen választást, hogy mi lehet az ereje és miért érkezhetett. Kicsit gondolkodtam rajta, hogy amíg ugye a meccset néztem. És az jutott eszembe, hogy... Oké, nem nekem jutott eszembe, hanem értekeztem Noisy kollégával szólni, és köszönjük a tippet, hogy az egyik lövész, aki ugye nem kapott alapvető statgyengítést, kb. Csak ez és Kindred, ők ketten, tehát van benne logika, hogy megérkezett, illetve a korai szakaszban, hogyha megetetik, ahogy a TSM készségesen így feltállalta a saját feedjét elé, akkor nagyon szép statisztikát tud létrehozni, illetve hogy a szélső ösvényeken való egyedül haladással rámegyünk, oké, megbüntetjük, jó összemjátékkal felcsattintja a kis szárnyait, és repül tovább, ugye a változtatások után már Quint hiába sebzed meg, nem fog leesni róla a kis szárnya, tehát nagyon nagy taktikai előny, nem gyenge ennek köszönhetően, hogy alapstatisztikákat rajta nem gyengítettek. Viszont a gyenge pontja az lehet, hogy hiába épített Kritesre egy csapatharcban, ahol nem tudják megvédeni, egyéb lövészeknek nagyobb sebzése lehet. De meglátjuk, szerintem ez nem hiszem, hogy honosra lesz itt Amerikában, csak egy
csapatnál. Miközben akkor tiltsunk és válasszunk. Kindred már rögtön. Na, mondjuk ennek Zimi örülne, de megy le még Swain is, és Morgana a CLG porondjáról. Így van, itt a Nocturne és Talia a másik oldalon. Miközben Rainover a first blood tesója nélkül is 10-ből 9-szer képes volt benne lenni az első gyilkosságban. Átvette Jensen-t? Jankosztól, bocsánat. Jankosztól, igen. De tőle elég csúnyán átvette. Igazából most én is valami ilyesre futottam bele, mert azt néztem, hogy miért van Dardak a felsősvényen a CIG-n, azt néztem, hogy Dard Shan, csak hasonlít. Viszont Aatrox nem lekerült tiltólistára Európában, van minden egyes mérkőzésen tiltva volt, és nagyon nagy a tiltási aránya. Poe! Ne, Dokla mindig megmutatja ezedet, mindig így kezd az optik. Azt hittem, hogy beválasztja Poe-nak egyből. Az rizikos lenne a blindban elhozni ezedet mindenféleképpen. Arra azért vannak counterpickek. Persze ezeket mind fel fogjuk sorolni, válasz már ki, légy szíves, mert nem akarom ezeket a karaktereket elmondani. Én lebuknék, hogy nem tudom a nevüket. Megjön közben Graves, aki a mai nap folyamán már volt ugye a dzsungelben. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem hozta azt, amit vártunk tőle. Hát Zakali az majd talán a reworkje után egy-két héttel érkezhet. Ó, Isten, az mennyire erős lett. Na, igen, gusztustalanul, de hát nem véletlenül csinálta az, aki csinálta, hogy a Yasuo és Zoe tervezője alakította át ezt a karaktert. Hát elég jól sikerült, fogalmazzunk így. Az, hogy melyik ösvényre, azt még egyre nem tudjuk. Jean Erof kezei közé jöhet. Hát nyilvesszőkkel nem, de elég fájdalmas lekötésekkel talán majd érkezhet. Igen, és ahogy beszéltem róla, Erof a múlt héten elég jól teljesített. És ő volt az, aki először, ő, illetve Kodisan, ők ketten voltak, akik először játszották Doran gyűrűjével a Jhint, tehát ők honosították, amikor ez volt a legnagyobb meta, és amikor Jhin meta volt, akkor Erro mindig jól játszott, úgyhogy nem is véletlenül hozták neki ezt innyire korán el. Rögtön rá jön egy válaszként egy Rakan, aki elképesztően jól tudja kombinálni a Jhin elleni fegyvereket, illetve egy Trundle, aki majd a tankok ellen lesz jó. Viszont ha megérkezik az a Braum, akkor már van egy védekezés, lehet, hogy egy Tahmkench jobban beleférne. A pengezáporra jobb a Braum, legalábbis a jelzők felhelyezésének gyorsasága miatt, de igen, Fiora de... felsősvény. Braum nem tudja annyira védeni a Rakan Engage-től, mármint hogy persze utána a pajzsal eliáll, meg minden rendben van, de hogyha a Braumot is elkapják, és a lehengelő roham ez sima, akkor nagyon gyorsan lehet szedni. Persze nem tudjuk, mi az ellenfél, ez is hozzatartozik, hogy még nem tudjuk a lövészt. Fiora viszont valóban megérkezett a felsősvényre, jó kis Aatrox ellen, ez egy jó skill matchup. Feltéve, hogy oda megy. Hát Rainover pedig kapott egy Trundle-t, egyre túl sok tankos karakter nincs, aki ellenő bevethető legyen, de hát ezek a jégoszlopok tökéletesen alkalmazhatóak lassításra is, sőt, gyorsításra, hogyha saját csapatodat, legalábbis saját magadat szeretnéd gyorsítani, hogy Rainover vagy, és harapdálni azért lehet bőszen, finomak azok a karakterek, akik az Optic Gamingnél eddig elhelyezkednek. Második körös tiltások, Tahmkench egyből, akit említettél, tiltólistára került, hogy az Optic Gaming ne tudja elhozni, hogy valószínűleg Braum lesz a második tiltás, és szeretnének ettől is megszabadulni, míg az Optic Gaming azt mondja, hogy Xayah-t nem akar Rakan mellé tudni. De hát van bőven azért még lövészünk, aki fel tud zárkózni, mondjuk egy Kai'Sa. Igen. Vagy Lucian. A Lucian ugye kitiltva, én nem Varusra gondolok még, talán akivel el lehet játszogatni. Közben Heimer is tiltva van. Így Braum benn maradt viszont. Igen, Braumot nem érzik annyira fontosnak, valószínűleg pont ezért a kombó miatt, amit ugye mondtam, hogy egyszer lehet őket kikapni a pályáról. Valamint, hogyha Braum tényleg érkezik, akkor azért nem lesz annyira könnyű dolga, akár ennek a Varusnak, hogyha ezt kiválasztják mellé. De még Ezreal is lehet. Ez ugye ma elég sokszor volt Európában például. És akkor az utolsó választás jogát megadják Poénak. Így viszont Huhi lesz az, aki hátrányból kezdheti a mérkőzést. Hát Big lecsapott a nagy fiúra, ez már biztos. Kai'Sa, Kai'Sa, gyere, az jó lesz, ide, hogy jó lesz. Erős engage támadás mind a két oldalról. Eddig három darab teleportunk van, de hát Hui kap egy Oriannát, és egyből teleport, az már úszott is a levesbe. Nem meri. Nem, az meg hova is jönne. Nem mindegy, hát jöjjön az a lény. Ja, értem. Nem érdekel hova, hát a két kedvenc középsősényes karakterem egymásra. Hát miközben megjön Ezreal végül. Úgy tűnik, hogy a 8.14-ben ez a hős megint felértékelődött az első helyekre. Az nagyon-nagyon gonoszság, hogy azt mondom, hogy az Optiknak már most jobban tetszik, és még nem is látjuk a középsősvényes fióránkat. Nem, még mindig nem. Ó! Oh, Ari! Igen, volt róla szó, kivel vitatkoztunk ugye még a patch-remzésnél, lesz Ari. Pont azt mondtam, hogy Orianna ellen lehet egy kicsit rizikós. Azóta egy kicsit talán átgondoltam, és a sebzés, ami erőben van, hála a nemrég annyira kapott ugye erősítéseknek, meg a rengeteg CC-nek, amit most kapott erősítésben,
azért lehet vele jót cserélni, bár fura lenne, hogyha tényleg Poe hozna a teleportot és Hui hozna az égetést, azért nem a klasszikus idéző képesség választás egymással szemben. De azt sem szabad elfelejteni, hogy azért Oriannának sokkal könnyebb a piszkálódása, tehát találni kell egy darab csábítással ahhoz, hogy le tud kombózni. Ezen kívül, hogyha elkapja a gömbbel, akkor Hui hibázott, ez teljesen egyértelmű. Valamint utána egy teljes all-int kell használni ahhoz, hogy rá lehessen menni az ellenfélre. Hmm. Ez a jó kis árival. És 1,5 másodperccel, 2 másodperccel növelték az 5 CC-t az elcsábítás időtartalmát. Nem is sok. Igen, igen, igen. Na hát ez nagyon érdekes lesz. Áramütés? Arina, mondjuk. Aha, jó kérdés. Hát meglátjuk. Hogyha vásatolni akar, akkor az áramütés talán az a legjobb választás neki. Hát ez nem kérdés egyébként, ez valóban így van. Kíváncsi leszek egyébként, hogy mit tud kezdeni majd ez az ári ugye azzal, hogy a hátsó sort kéne büntetni. Az ösvényfázisát valamennyire bírni fogja. Ez azért teljesen egyértelmű, viszont a csapat harcokban talán kicsit-kicsit nehezebb dolga lesz. Főleg úgy, hogy egy ezrügyöt kell telibe kapni. Aki persze ki lehet számolni, hogy hova fog ugrani, meg hogy, de azért ugye több lehetősége van. Mondhatni a lehetőségek nagy számú permutációjának köszönhetően elég nehéz elkapni ezzel a csábítással. Viszont elég érdekesek a kompozíciók, hogyha megnézzük őket. Az optiknak nagyon érdekes szituáció van abban a szempontból, hogy nem nagyon van kezdeményezésük. Tehát, hogy Brown mehet előre, feldobhat, vagy ugye lassíthat. Ezen kívül van még egy halál négy felvonás, ami szintén csak lassítás, tehát nagyjából mindent Power of Evil áriának kell előkészítenie azzal a csábítással. Hát, hogy Tés Kémeltől azért eléggé rá szokták helyezni az optiknak a pontjait, hogy ő hogyan játszik, vagy mit tud kihozni ebből a karakterből is. Az első sárkány pedig hegysárkány, növelve a statisztikákat, amit kedves Knax kollégánk az előző mérkőzésen felavatott minket. Okosabbak legyünk. Mint egy ötödikes. Így van. Ismered annak a feljebb jutott verzióját? Nem. Az erősebb vagy, mint egy ötödikes. Az jobban tetszik, talán még ilyen is tudnék benne. Hát nem biztos, tehát ilyen kickbox bajnokokat hozzá be tesztelettek 2 perc alatt. Igen, az mondjuk cikibb, hogyha ott kapsz ki. Tényleg áramütés jött egyébként végül. Valamennyire azért ugye logikusnak is tűnt. Nagyon más meglepi azért nincs ott a pengezápor Jinen, ahogy szintén vártuk, illetve azért a halhatatlanok szorítása Fiórán, hogy Aatrox, aki kapott némi életlopást, az ugye most jobban bírja a csereberéket. Ha, és egyébként agresszívabb, tehát a Meteort hozta a piszkálódás miatt. Aha. Tankosság rúnája jelen pillanatban nincs egyáltalán. Hát uralom a második kör. Uh-huh. Ez teljesen egyértelmű. Míg ezzel szemben Fiora azért ugye Dokla megérkezett azzal a Dorán pajzsával. Stixé pedig kicsit segített itt Rainovernek némi őrszem taktikával. Gyorsan kezdenek a srácok. Dokla segít Ökédiennek. Ne felejtsük el, Grace-nek nagyon nagy tempó előnye van ugye Trundle ellen. Simán lehet, hogy valószínűleg a farkasoknál fogja őt meglepni. Hát, ha már farkasok, akkor igazából nem fogják kintredet megviccelni a jelzők. Nem, meg kitiltottak. Ez meg biztos, így van. Kleptomán, Stixé. Nem, tényleg, egyébként minden maradt a régi, mert felnyitott varázskönyves optik. Ott valaki szellemporó volt. Ezt láttam. Már is átpakolgatják az ellenfél dzsengelével? Ott volt, a Rainover belépett és a poró kifutott, akkor ez vagy Power of Evil-nél van, vagy Ökédiennél. Uh-huh. Erőt nem nagyon hiszem, hogy erre mozdult volna. Na erre majd kíváncsi leszek. Logikus lenne egyébként Ökédiennek a második rúnájának a szellemporó. Hiszen ugye tudjuk, hogy ez is változásokon esett át mostanság. Dokla. Oda csíp azért még egyet, de gyenge ponttal azért segbe szurintotta. Igen, azért ez a gyenge pont dolog is egy kicsit lutri, hogy melyik oldalra érkezik és hogy lehet leszúrítani. Főleg, hogyha ráállnak a falra. Ez a fereket a gyengén, bocsánat. Ja, értem. Értem. Hát hogy lesz vele igazán gyengéd, igen. Szép volt a revans egyébként Oklától. Visszavágott a fenekére, hogy úgy mondjam. Na, eközben Hui bepillant. Hello, Ökédien, mi a stájsz? Lopod itt a csirkéket, mi? Aha, nem lesz neked itt csirkevacsora. Tyúktól vaj. Az, igen. Tudod, régen volt ez a törvény Szentlászvédőben, aki egy tyúk áránál nagyobbat lop, az vakítassék meg. Hát nem, ez már Könyves Kálmánnál volt, Szentlászvédőnél komolyabb dolgokat tettek vele. Oké, ilyen tud vakítani. Így van. De hát azért ez más. Füstgránát azért az rosszul jön ki, hogyha betalál. Na, Dokla. Mennek-e érted toronyon áll? Érdekes egyébként, hogy egy Trundle az, aki lop. Op, az vissza... Nem. Nem. Egyébként pont ezt beszélgettük itt tegnapi napfolyamán Európán, hogy azért egy Fiorával könnyű kicsusszanni ezekből a képességekből, vagy a visszahúzásából Darshannak. Úgyhogy talán ebből a szempontból egy kicsit könnyebb dolga van, de jön Rainover, és ezt egyelőre nem látja Dokla.
Hát ez nagyon rizikos toronyan elérkezés lesz, ha itt ketten fogják ezt megpróbálni. Egy mondjuk lehet nem annyira szép a sebzés, nagyon, viszont mennyi életerőt kapott vissza. Igen. Jó kis halhatatlan szólítás és egy elkombó volt. Na, dokla. Ilyen Reno vesz, szép a saját területe, ki ott van, revansz, érkezik a teleport. Hoppá, ez most visszanyalt ez a fagyi. Sok időt töltött el Reno-ver, közben az első esvényen Biofrost nem talál a kivirágzása, pedig negyedik jelző is lett volna. Biofrostnak a táncos lábai szépek voltak, de elhasználta a teleportját Power of Evil a megfélemlítés erejével, de nem használta, hogy végig is jöjjön. Hui pedig cserélt, nem hozta végül ezt a jó kis égetést, ami rajta volt, továbbá nem is megtisztulásra játszik, hanem pajzsot hozott. Úgy tűnik, hogy Power of Evil-nek a sebzését akarja megfogni, nagyon szép a tánc. Ez pedig ugyan el fogja találni, de a diszonanciával óriási cserél vissza. Ne felejtsük, hogy Power of Evil-nek a Q képesség ugye visszatölteni, amikor zöld a gömb, akkor ő életerőt kap belőle vissza. A romlás italából pedig még többet. Így a korai szakaszt. All week. He said that Huhi is gonna have some trouble against PoE's new RE because he's gonna bring that pick back into the meta. Back to you guys. Köszönjük szépen, a kedves kis, hogy elmondta, hogy az Optic örül annak, hogy a múlt héten 2-0-ban végeztek. Nem tudom. Ez annyira nem lepődtem meg, hogy őszinte legyek, de... Jó, gyerekek, 2-0-ban... De megvan az info. Oké, meg persze említést tett arról, hogy Power of Evil-nek az új kaliberű Áriával szemben Huhinak nem lesz könnyű dolga, hát egyelőre azért nem érzem ezt az óriási problémát, és közeledünk a 8. perchez, ahol már a stopper órát is használhatja, ugye? Nem sok idő. Rossz fuxot vett Power of Evil, mert 2 darab fekete pecsét gyűrűt vett. Hát kétszer nyomott rá. Igen. Hát azért ugye 2 pecsét gyűrűvel a jó kis romlás itala azért rengeteget ad neki vissza, mind életében, mind manájából. Jó kombó, főleg, hogy a gyilkosságot is hoz el. Hát már duplázás kötársnál is 2 Dorán pengéjével érkezett ki az ösvényre. Igen. Ezért Dokla is megvásárolt ugyanezen tárgyat a pajzs mellé. Ő is azért szeretne egy kis életlopással operálni. Mindeközben a nagy cipőre tett szert, ugye, Huhi, tehát továbbfejlesztette kapásba a cipőjét. Ez ritka Oriannán, leginkább általában ugye az utolsó fejezet felé szoktak rásolni a srácok, de azért ezt meg kell figyelni, hogy nagyon fontos, hogy ki tud dodzsolni a csábításokat. Így ezért rengeteg mozgássebességgel bővül Huhinak a repertoárja, és addig kell csak tartani magát, amíg a stopperről nincs. Ez az Orianna most igazán defenzív kezdéssel állt elő. Hát, és aki nem defenzív, az Dokla folyamatosan piszkálgatja társánt, keres egy gyenge pontokat rajta, és szépen táncol ki a felütések elől, akár egy revanssal, vagy éppen egy csúszimuszival. Az eddig jó rálátás van jelen pillanatban, jelzik is, hogy ott bizony nem tudunk neked segíteni Power of Evil, akármennyire szeretnénk. És a szellemporó kikerült abból a bokorból, éppen most berakták az ellenfél kékerősítése felé vezető ösvényre, és az ilyenkor bónusz AP-t vagy AD-t ad, ugye ezt ne felejtsük el, hogy az ellenfél területén van a folyó túloldalán. És akkor kimenesz, hogy két ilyen van a poró végül? Igen. Igen. Jól tippeltem. Hoppá, szép a felütés, Dokla kapja a felütés, és ebben is még dásan odavág egyet a karddal neki. Doklának most vigyáznia kell magára. Ugyan iszogatja a kis potijait, és kap vissza életerőt még a Dorán pajzsából is körülbelül eddig. De a csontpáncéljára most azért eléggé CD-n van. Társam pedig ugyan kaphat most egy rajtaütést, de villanásra és végső képességgel itt elég kicsi az esély arra, hogy meghalljon. Nem véletlenül nem bekkel annyira, illetve Reinover itt vár. Ezért volt ilyen bátor, oké, ezt nem láttuk az előbb a kameraképen, és én biztos. Hello. Szép volt a takarítás, a KDM pedig most találkozott Reinoverrel. Ott van az áramütés egyből meg a Böszederhátnak az égetésebzés, az fáj. Dokla viszont bajban, tolonyod a Darshan, aki 7-es szintű, így meg is hallhat, hogy szeretne. Most már nem üti tovább őt a tolony, szép a visszalépés. A KDM, Dokla, Darshan vagy Reinover? Ki jön ki ebből jobban? Reinover pont meg lett 6-os, hogyha nem 6-os, akkor lehet, hogy Doklaik rámentek volna egyébként. Uh-huh. Viszont már nem annyira éri meg. Az az utolsó minion, amit a torony lelőtt, az lett. Ajaj, de rámennek Doklára és érkezik, Darshan egybe felcsapja a szárnyakat, Doklának szép a levans, mert ez egy lecsúszás! Darshan még mindig él! Nem tudja megfogni Doklát, Reinover pedig megfogja! A nagy kihívás kijött, gyógyítja Doklát, és még Darshan is bajba lehet, vége a végső képességének, és büntethető! Ott van Poén is a gyilkosság! Az Opti Gaming megbünteti a Cancer Logi Gamingnek ezt a túlzott agresszivitását, hát nem inkább félrelépését, mert túl sokáig húzták ezt az egészet.
Nagyon érdekes volt ez a harc, remélem, hogy lesz róla visszajátszásunk, mert lesz mit figyelni benne bőven. Az biztos, hogy a CLG kicsit eltúlozta. Na, köszönöm szépen. Dokla gyönyörű táncol. A kezdés nagyon érdekes, itt kap egy sebzést, egy sújtást. A visszavágás tökéletes, a csontpánc életben tartja, és Ökédiennek a füstgránátjának köszönheti azt, hogy Darshan elmisszeli az első képességét, utána egy outplay flash, majd egy gyenge pont leszúrás Rainoverről. Itt egy végső képességgel kezdenek Darshanon, de már halott volt, mindegy volt, hogy kiviszi el a gyilkosságot. Dokla amúgy mellé szúrt, ezt Power of Evil-nek akarták adni. Mm-hmm. Itt szándékosan nem vágta le a gyenge pontot. Nagyon szép csapatjáték, aki ilyen nagyon nagyot mentett most a társán. Hát Darshan pedig vakon nem nagyon tud villanni, ez már kész tény. Nagyon-nagyon sok skillset hibázott. Hűha! Ugye ez is aranyelőn egyből csappant az Optik ház táján. Lesz egy sárkányunk is, amire nekik valószínűleg jobb esélyük van kilépni, pláne ezen csapatharc után. És érkezik a szurdok hírnöke is. Ha már sárkány, akkor meg is érkezünk az ő udujába. Legalábbis onnan ugrik vissza Big, egy jó kis őrszemezésből. Ezért a CNG-nek vigyáznia kell magára, hiszen azért múlt hét előtt még az első helyen tanyáztak. Aztán eléggé komoly vereségeket szenvedtek el. Az Optik pedig felvette a carry cipőt, és mostanában egyre ügyesebben játszanak. Upstixey. Igen, a végzetes hullám. Itt nem akarja, hogy a torony komolyabb sebzést szenvedjen el, és szerintem itt egy hazatérést is akartak némileg akadályozni. Pedig látták, hogy hol ment. De az már ugye utána volt, akkor mentek át abba a bokorba. Úgyhogy... És egyébként fontosabb az a Minion Wave eltakarítása. Opa! Ezt vissza lehet vágni szépen. Ajaj, és Dokla egy nagyon sokat sebez egyből Darshanra. Ne felejtsük el, hogy nagy kihívás elérhető nála, még egyelőtt Darshannak nincs végső képesség, és Poe is érkezik. Rálátása biztos, hogy nem lesz erre Darshan, ami nincs ott őrszem, de egyre Poe visszafordul. Mi lesz ebből? Szurdok hírnökét segít Ökédiennek? Vagy nem. Vagy nem. Igazából ez egy fontos pont, hogyha a nagy kihívást felrakja Dokla és Darshan meghal, hiába van ulti van, ennek ellenére aktiválja a nagy kihívást, tehát ez egy nagyon veszélyes csere. Így, hiszen Fiora is visszakapja az életerejét, akárcsak Aatrox, tehát semmi értelme nagyjából annak, hogy a végső képességét használja, nyilván az extra bónuszokat leszámítva. Huhi pedig nézd meg! Na erről beszéltem, bónusz mozgási sebesség elképesztően sokat számít a dodzsolásban. Uh-huh. És még Power of Evil face-to-face-ben dobálja az ilyen skillsetokat, addig Huhi bizony ki fogja őket játszani. Miközben utolsó fejezet mind a két hősön eléggé Luden vízhangjának tűnik, ez már szinte a kötelező kezdőtárgy lett a mideseken leszámít a talont. Hogy van így a két darab fekete pecsét gyűrűnél, most ez négy jelzőnek számít, vagy statisztikák alapján, vagy nem tudom. Hát így külön adja. Kicsit fura, külön adja? Külön, aha. Igen. De milyen jól mutatna 20 jelző, hogy itt rohangálna. Csak 10 lehet ugye a fekete pecsét gyűrűből. De kettő van neki. Ja, hogy úgy gondoltad? Ha? Nem, itt igazából a lényege, az leginkább ugye a romlási talának a bónusz életről visszatöltése. Hoppá! Most jó a kivirágzás Rekenra. Nézd a végső képesség. Feldörítjük a sárkányt, Akidénnek egy kicsit segítünk az elhozásában. Valószínű, hogy ez a head sárkány az Optikot fogja illetni, és nincs beleszólása, mivel a szurdok hírnökét szedi Rainover egyelőre. Abba viszont neki nincs beleszólása, mint az Optiknak. És felhő sárkány következik. Big hibázik, nem talál a lekötéssel. Szóval a felhő sárkány következik, amire azért kisebb harcot várok. Mondjuk ennél is nem lehet, hiszen senki nem csinál semmit. Mondjuk Poénak és Doklának baromi jó lenne az a sárkány. Eddig is szépen táncol Dokla, Poénak pedig talán segítene a betalálásba Huhihoz. Ez mozgási sebesség, amit ad ezen hős, meg hát elég sokat vándorol el például Poé az ő ösvényéről. Igazából ez egy nagyon-nagyon nehéz szituáció lehet. Torony. Torony az meg lesz, az így van, az Optikhoz. Viszont ketten vannak a felső ösvényen, Doklát megint próbálják sanyargatni. Hát itt nincs interrupt. Szódok hírnak, itt nem tudják megakadályozni, így is van. Bom! Na, fussál meg neki, Robi. Toronyba. Ez kevés? Igen, ez kevés lesz. Plenty felnyílik a szeme is. A lövést Erótól, amikor megérkezett, és Dokla hát ugye szemen szúrta. Ami azért tudjuk, hogy nem a legkellemesebb. Nagyon pervez a Dokla. Popókat szurkál, meg szemeket szurkál, meg mindent csinál. Hát figyelj! Az érzékeny pontok szó tudod, szerint. Kinek mi? Van, aki a halolajas megoldást kedveli, van, aki meg szemeszúrja a másikat. Igen. Azt hittem elgondolsz, ja? Ja? Disznózsír? Na mindegy. Ez nem az a szituáció. Hát amúgy... Ja. Na de! Bajafrosz közben a felső ösvényen tanyázik, és megérkezik hozzá Stixi is. A jelenlegi szituációban egyelőre le van lassítva a játék, az Optik nagyon jól kezdett,
viszont a CLG valamennyire húzza az időt, amennyire belefér nekik. Ami annyira nem meglepő, mert Ezreal-nek és Orianna-nak is időre van szüksége. Az lesz az érdekes, hogy ha meg lesz az első tárgy, vagy akár nehogy Isten a második, akkor Dokla és Darshan 1v1-jéből kijön ki majd győztesen. Dokla. Ameddig nem talált Darshan az késsátokkal, addig Dokla. Igazából mind a kettőben van lehetőség, de hogy te is kifejezted, ez egy eléggé skill matchup. Hát, a gyenge pont nagyon sokat számít, ez biztos. Viszont már van élet lopása, ugyebár Doklának, és nem is kevés. Jó kis vámpírjogás segít neki. Ja, hát, és persze Tiamat. Hát igen, az meg a területi sebzést adja meg neki. Minion takarítás egy fokkal könnyebb. És ezt akartam mondani, hogy a középső ösvényén Huhi most abban a helyzetben van, mint a kapusok, hogy hiába dodgyolsz ki 2000 skillshotot, és vagy nagyon szuper, ugyanúgy, mint a kapusoknak, hiába védesz ki 2000 lövést, és vagy szuper. Ha bekapsz egyet, akkor azonnal mindent el kell nyomnia, ugye Huhinak, azért, hogy itt életben maradjon elég valószínűleg. Persze, hogyha látja, hogy már ökapja és visszahúzza még a pajzs időben, az egy nagyon érdekes Orianna mechanika, de azért ez nem sok esély van. Bignek pedig megtisztulása van immáron, ami egy csapatharc kezdeményezést vetít nekünk ide előre. Ki elől szeretne ő megtisztulni? Biofrostnak mondjuk a lehengelő rohama elől? Leginkább, vagy, igen. Vagy Darshannak a lekötéséből mondjuk? Ezt ne felejtsük, hogy ezt el kell használnia. Időben. Uh-huh. Na Biofrost, ez most nem talál. Igen, azért a nem őrzős Braum az nem annyira gyakori, mint a Tamkench, hiszen ők szokták ugye a felnyitott varázskönyvvel hozni, ez viszont most ugye megérkezett Bighez is. Power of Evil nagyon kis passzív ahhoz képest, hogy közölték, hogy Huhinak milyen nehéz dolga lesz vele, én ezt egyelőre nem érzem. Dokla, egyből megy a gyenge pontra, nem sikerült leütni róla. Csontpáncélként. Igen, ez mindenképpen jó volt. Hát a torony elbukott a középső ösvényen, vagy még nem? Itt még van torony. Ja, csak ott rahangál rajta Orianna. Nem láttam az ikonjától. Nagyra azt hittem, hogy Poe egyből. Furcsa lett valami, hogy az alsó már elbukott egy. Na mindegy, számokban nem volt jó, de Darshannak talán jó lehet. Doklának menekülnék el, Rainover most jön. Telepart. Visszahúzza egyre Doklát, egyből csattan rá. Jó. Menj előre, szép a visszaszorítás. Darshan meg fog halni, de kap egy csábítás Poe-tól. Nem elég meg, nem! De utána megy Poe, és megvan, és ki is csúszol a torony alól. Rainover majd szépíthet, de Dokla megy rá. Hopp. Egyből érkezik a csábítás. Ulti. Szép, Rainovernak nagyon kevés életeleje van, de meg lehet ölni Oriannát. Poe menekül, Huhi kapja, vonzás hullám, csat! Így kell csinálni Oriannával. 2-0-ba csattintja magát Huhi, és most ha azt mondjuk, hogy Power of Evil-nek lett volna könnyű dolga, hát most baromira nem menekül, ez nagyon nehéz dolga ebből. Igen, ugye megvan a kettő egy Power of Evil-nek, és ez azért volt egy kicsit talán negatív, mert így Huhi megkapta a shutdownért a fejpénzt. Ami ezért rengeteg extra aranyat jelent neki, és egy nagyon érdekes szituáció volt, de Power of Evil-t minden dicséret megérdemli azért, ahogy kivárta a végső képesség lejárását Aatrox Nadal-sán. Itt kezdjünk az 1v1-et Doklával. Dokla nagyon szépet cserél, mert egyből gyenge pontot támad, majd utána minden képességi bedobja Fiorának. Itt nem tud felülről megütni, és jön a teleport, azonnal vége a harcnak. Itt Dokla tudja, hogy fordulhat. Nem jó a VLC, komoly hiba Rainovertől, és Darshan itt nem is foglalkoznak. Power of Evil kicsit, ugye ez a csábítás a legfontosabb pontja, és itt lejár, hát akkor lélek, roham és szevasz öregem. Nagyon a válasz. Orianna már diszonanciával sprintel ide Rainoverit, épp hogy érdem marad, pedig megeszik egy csábítást. És itt csak azért nem megy ki az Orianna ulti, mert visszarántja a labdát, hogy lepajzsolja ugye Rainover. Itt egy villanás csere, és innentől kezdve már mindegy volt Power of Evil-nek, akármit csinál. Aki Orianna mély, mint ő, az tudja, hogy itt bizony halott volt. És nem véletlenül tudott ilyen gyorsan a Moralenomikon felé is kilépni Huhi, hiszen rengeteg pénzt kapott ebből a két gyilkosságból. Az pedig egy Hextech protoöv lesz poén? Lehet, hogy a fegyver. Hextech? Nem tudom, hogy ez még csak a kis revolver. Uh-huh. Érdekes választás. Sok fele ki lehet lépni belőle, ez tény is való. De protoöv? Érdekes lenne azért a lélekromban megállott Árin érint. Vagy Árin, igen. Miért kell nekem ilyen hasonló neve lennyen? Na, erre kíváncsi leszek. Bérszomjas Hydra, az biztos, hogy Doklán elkészült. Jó kis tárgy. Ezerrel fogja az illetőt vissza nyerni. Éppen őt üldözik ki az ellenfél dzsungeléből. Tetszik ez az agresszivitás, amivel játsz ezt a Fiorát. A második sárkány pedig ismételten ökéd ilyen próbálja meg elhozni. Szellem porok hadával találkozik Biofrost, és el is űzi onnan őket. Bizony szomorú momentuma az ellenfél AP és AD sebzésének. De azért csak meg lesz nagy nehezen ökédjének ez a felhősárkány. Így kettővel gazdagodik az optik. És van szépen most már arany előnye így a 20. perc küszöbén. Leginkább azért ez a jungle-es farm előnyből tevődik, meg ugye a célpont elhozatalokból.
a kettő torony és a kettő sárkány is sokat dob rajta. Addig pedig ugye három darab őrszemet és egy Jean-et le tudott takarítani Biofrost. Társán pedig nem lett semmit abból, hogy kiérkezhet majd, érte senki nem jön. De hát hova agresszíveskedjen még? Még az első tárgya sincs meg, ez hiszem, ellenfele már másfél tárgyal van megáldva, ami ezért komoly különbségnek számít. Leginkább a gyilkosság és támogatásoknak köszönhető. Dokla itt egyedül van. Jönnek rá hárman. Nagyon-nagyon szép a kék őrszem defenzív kivitelezése, hiszen nézd meg az őrszem hálót. Kb. Mindent látnak. Ezzel szemben Dokla csak ezt látta, de neki ennyi elég is volt, hogy lásson. Nincs, hogy készült el Árin? Hát, mégiscsak portolvet vett. Érdekes. Így most azért eléggé szépen tud majd mozogni, és nagyon mozgékony lesz. Illetve azért ne felejtsük el, hogy megnő azért az ösvénytakarítási lehetősége is. Hiszen ezzel a kis kiegészített protoövvel pillanatokat le lehet tüntetni egy... Hát egy birodalmat, meg egy ösvényt is. És fekete hasító, bár Darshanon. Talán majd egy eleven szabja is csapódik hozzá, bár ez nem igazán jó neki. Milyen életerő visszatöltő tárgyő. Dukál neki. Oké, de ilyen, hogy nem akart odaadni a kigul merősítést Huhinak. Pedig azért vicceset van, hogy az ellenféltől lehet elmenni a középső. Mindig egy jó érzés. Na, Rainover és Biofrost is lebukott. Minden bokorban van egy CLG-s játékos. Igen, de anyu, ugye nincs egy Supress Garen a bokorban. Dehogy van, kisfiam, hát ne aludjál már nyugodtan. Na, igen. A klasszikus. Erről a Unicorns of Love Fanatic mérkezés jut eszem, amikor mondtuk, hogy hát X-Rally az ágya alatt is kepszet lát. Ó, igen. Igen, te vagy a legvadabb álmaim főszereplője, bár az lehet, hogy X-Rally-nak kicsit rémálomba fordul át. De hát igazából ezt ma sok is megkapta kepsztől, szóval. Igen. Őrszemharc. És ez az őrszemharc ez azért van, mert a 20. percet túlléptük, a baronna sorunk pedig él. A következő sárkányunk pedig egy extrémen jó kis célpont lesz, pokoli sárkány. Az alsó esélyén pedig Dokla, hát elég csúnyákat sebez ebbe a toronyba, pláne ugye a hidrával fél életerő alá csapantotta így egyből, de annak kell jönnie védekezni. És ezt meg is teszi. Toronyon is alól is lehet azért dive-olni fiórával, apá. Ó, ez gyönyörű kivirágzás, Biofrostnak egyből el kell ugrania, jön a négy felvonás, egy talált, kapott egy pajzsot, átugri Huira, Hui pedig kapja sebzést mellé. Ez luft volt a negyedik, de nem volt rossz kezdeményezés. Úgyhogy nem láttak rá túl sok mindent, vagyis egyébként a CLG nem látta az optikot. Ezt akartam kifejezni, hogy telepakolták azt a jungle részt. Igen, Darshan azért. Darshan, itt azért Biofrostnak sikerült szépen táncolni ahhoz, hogy életben is maradjon. És mind nem látnak a baromból. Nem is hozza a baront azért az optik. Azt tudják, hogy itt nincs itt ugye Big, illetve Ökédien nem volt már itt, és az alsó esélyen van Dokla, addig pedig a baron rizikós. Én avval azért bebepillant, hogy igen. Biztos nem huncutkattak ti itt? Mit csináltok? Merre vagytok? Ezt tegyük hozzá, egy Jinnel az egyik legnehezebb elhozni a baront a lövészek közül, hiszen ugye nem az alaptámadás sokasságára épít, hanem az erejére, és ugye az újratöltési idő kimarad, mondjuk egy Twitch annyi idő alatt ledarálja a baron fél életerejét kb. Igen. Amíg Jin újra tölt. Annak ez a pengezápor leginkább hősök ellen jó, ugye alaptámadásokat gyorsít. Baronna sorra ezt a képességét nem adja meg. Pedig milyen jól néznek, hogyha nagy szörnyek ellen is megkapná. Ez a Dokla Darshannal párbajozik. Szépet sebez azért már ezzel a fekete hasító bárdal meg, plusz ugye ott van nála a tolvaj surranyó, ami mindenképpen jó egy AD-sebzéses Fiora ellen. Hát ez most egy klasszikus szituáció, amikor Fiora nem mehet dive-olni, mert egyrészt a tolvaj surranyó miatt, ahogy te is mondtad, másrészt pedig azért, mert a végső képességgel életben fog maradni Darshan, de ennek ellenére ráver majdnem két szintet. Tehát igazából neki nincs is oka arra, hogy bemenjen toronyon alá és megpróbálkozzon sebezni. Darshan meg igazából nem mehet előre, mert bőven sokkal több az életerő visszatöltés a Doklának, mint amit Darshan tud sebezni. Az a baj, még nem kényszerítik ki Darshanból a teleportot, addig nem kezdhetik el biztonságban, hiába van mind a kettő felsősvényesnek teleportja majd. Majd az jön. Csak az is gond, hogy Huhival még nem szívesen akarsz harcolni a barompitben. Tehát, hogy az nagyon kényelmes helyzet a CLG-nek, hogyha nekik ott kell harcolni. Biofrost, Huhi és Rainover is az áriáját élni ott konkrétan. Ez így is van. Aj, de aranyos. Nem sikerült, nem volt elég sebzés Stixénynek, hogy elvigye a vörösszedel hátat, és látod, te kiégtél tőle egy kicsit. Kettő életerő! Dás azt mondta, hát gondolom nem fogsz élni. Na minden, Rainover kapja a jelzőket, de csak kettőt tudod összegyűjteni. Ó, Huhi! Igen. Az szép volt. Rainover mehetne előre, akár vonzás hullámot előkészíteni is. De Huhi egyelőre zónáz.
GDN-nek jó a rálátása a Baranna sorra, viszont nem nagyon tudnak előre haladni, és ha az Optik ezt a tökörészést így folytatja, akkor bizony a CLG a fejükre fog nőni, már legalább 10 percet semmit nem tudnak elhozni, és már készül is a CLG, nézd csak meg, már ugye lovagi esküvel büszkékedik Reynover, így valakit már véd, megvan a Morellon, amikor neközben Huhin szintén, és hát ugye azért Stixének is kész van a két kötelező tárgy, amivel sebezni fog. Míg a másik oldalról éppenséggel csak a gyorskezelő ágyú épül, és még azért a határtalan pengéről nem is beszélünk. Most azt látni, protoövet Poe. Pedig farm előnye van körülbelül minden optikos játékosnak. És 3000 a csapatszintű arany előnyük. Egy ezrest ugye az elmúlt 5 percben növeltek rajta. Itt van a következő sárkányunk, most fog éledni. Talán ezt akarták megvárni, hogy ezt még be tudják zsebelni, oh. Jó a visszahúzás, de Dásan nem megy ki azért a fióra ellen ilyen merő viszont a torony mellől. Merj elé mugatni. Igen. Gyere! Gyere nyugodtan! Látom a gyenge pontjaidat. Mondja. Biztos. Ott a gyors tüzelő. Egyből Rón is. Igen, csak megvásárolta végre. Viszont erről a sárkányról is lemarad Reynover. Ez most egy jó célpont az Optiknak. Ez pedig ugye... Igen, azért ugye Dokla és Dásan egymással nagyon sokat párbajoznak. Az a sebzés azért látszik. A többiek inkább harcokban osztották ezt ki. Ha az vicces, hogy Huhi csak egy harcban azt a 4000 valamennyit, míg azért Poe volt a felső svényen is. Ez is igaz. Hát, színes skálája van sárkányokból az Optiknak, viszont ennek ellenére még nem tudnak haladni. Nekik sem annyira rossz, ha telik az idő, hiszen Power of Evil-nek ha esetleg egy rabadonja lesz majd azok a pillanatokat robbant fel, illetve határtalan pengem majd erre van, hogyha elkészül. Uh-huh. Mindeközben Doklának már háromság hatalma van, tehát azzal azért bőven fog már sebezni. Még a másik oldalról egy fekete hasító, bár utána egy szerény Jauri möklére telik csak Darshannak. Ja, nem panaszkodik szerintem. Kell az a sterák majd. Uh-huh. Kellene. Még azért nincs meg, és még sokáig nem is lesz. Hát meg az az ultia mellett ott az a shopper óra mindenképpen duplán be van biztosítva. Igen. Most már. Ugye el lehetett kapni kétszer, harmadjára nem szeretné megjelni, az bizony egy csapda a Pici Bignek. Pici Big. Huhi zone ez, ez jó lesz. De nem tudnak kijönni Biofrosték egy lehengelő rohamra. Ugyan az Optik, hogy védje a középsősvényes tornyot. Itt vannak elég sokan a CLG-től is, mikor az alsősvénye még mindig egymást abajgatják itt Darshanék. Ez teljesen jó lesz, valamire egyszer, az biztos. Vége feljött viszont, ami elmondta Darshan farban Dokla mellé. Ez dicséretes. Reynovernél sajnos nem mondhatjuk el ezt a statisztikát. De te is mondtad ugye, hogy Ökédiennek a Gravesével nehéz neki farmot tartani. Igen, csak meddig húzhatja még ezt Ökédien? Tehát 10 perc kb. És onnantól kezdve a sebzése már elhanyagolhatóbb lesz. Most még azért van bőven, nem véletlenül nem erőlteti a CLG a harcot. Az Optik pedig nem nagyon tud létfontosságú célpontokra kifordulni, Reynover. Ó, jó a kábítás, de mennie kéne, mert Biofrostnak van lehengelő roham a Dokla! Ott a nagy kihívásból a gyógyítás, le fog esni stopper bizony! Darshanból nem inkább kivillan! Az is a stopper óra nagy kincs, de ez így jó, mert megúszta. Jó, de húj, de szépen használta el viszont ezt a stopper órát. Aha. Bajok, azt egyből jön Reynover, hogy mentség, de ennek a toronynak buknia, vesznie kell így, hogy húj nincs ott. És bizony az alsó ösvényen is Dokla be fogja tudni fejezni. Nézd, hogy szurkálja ezt a tornyot, mint hogyha maga lenne Darshan. Ez bizony rossz. Kettő darab ösvényen is büntetni tudták. Ökédient harabdálja Reynover folyamatosan. De nem elég a sebzés egyelőre. Szép volt az Optiktól ez a tempótartás most ezzel. Hoppa, 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 hoppa. Nem jó kivirágzás, és átvillan. Reynover. Hát azért egy kicsit hátrébbra villan, akkor csúnya-csúnya fejes lett volna. Így viszont ezt túlélte, legalábbis a villanásnak köszönhetően. Egyre több mindent vesznek el a CLG-től. Szépen, lassan, magabiztosan halad. Ó, Dokla büntetés, arrébb csúszításán pedig megy utána. Nekem is van csúszásom, csak nem olyan nagy, mint a tied. Meg nem olyan sűrűn. Szépen megmenekül Dokla. Ha meg lesz ez a Rabadon Huhinak, onnantól kezdve viszont elkezdődhetnek a harcok mindenféleképpen a CLG-nek, és nem szabad elfelejteni, hogy közben azért halad a pálca felé ezre is. Na nézzük, ez hogy történt. Darshan egyértelműen belemegy ebbe a trade-be, amiben nem kéne, hibák sorozata érkezik. A nagy kihívás pedig nem is kell leütni, hiszen elég, ha megölik, ez egy nagyon szép sebzés volt. Ki a torony alól, viszont ő már egyértelműen a villanásra készült, Doklának elég is volt ennyi. Ő sem akarta ezt túltolni, mindenképpen jobb csere fiórának. Majd megölöm a következőre, mondja ezt ő. Hát nagy kívás már van.
A sterekkal mondjuk már nehezebb lesz. Há, igen, mondjuk háromság hatalmával meg lehet, hogy könnyebb. Na, meglátjuk. De még nagyobb szívásom, hogy amikor a sterek életben tart, és te már elultisztál, és ezért nem ölnek meg, és nem tudsz visszajönni. Hát igen. Ó, Rabadon, Huin, nem sokára el fog készülni. Neki ezért elég tetemes a farm előnye, Poeihoz képest. Jó, a kábítás, Rainover pedig torony alá szeretne menni, négy felvonás. Ó, Ezreal nagyon sokat kap, megkapott hármat a lövésből. A negyedik az Huhi pajzsán csattan. Ez nem semmi sebzése nem volt. Nem, Huhira nem. Viszont így időt adnak megint Doklának, hogy feltolja az alsó ösvényt. Most érkezik oda Darshan. És elkezdi az optika Baron Nashot. Rálátása nincs a CLG-nek. Érkeznek a pingek, hogy honnan jöhetnek vajon a CLG-s játékosok. Míg ki is megy. Miközben az alsó ösvényen Darshanék folyamatosan pofoszkodnak egymással. Ez jó időhúzásos taktika. Most élet fel a CLG, és jaj, ott valami történik, Paul pedig bemegy, el lehet-e menni, Rainoverék megúszszák az egész bulit, de megvan a Baron Nashor, ökéd ilyenek elhozzák, így az, itt az öt játékoson megvan a jelző. Nem volt ez olyan könnyű, de talán mondhatni, hogy nehéz sem. Hát, nem nagyon tudott erre reagálni a CLG, és egyre inkább lassul annak a lehetőség, illetve csökken annak a lehetősége, hogy ők valamit teljesenek ezért a meccsért. Az elmúlt 10 percet mind a két csapat eltökörészted, az optik azért valamennyire haladt előre, és most ez a Baron Nashor jutalma ennek, amire a CLG értelem nem tudott reagálni, hiszen valamennyire muszáj volt figyelniük az alsó ösvényen garázdálkodó Doklát. Ez pedig bőven-bőven sikerült. Ráadásul amíg idézői képesség előnye van, addig bárki van nyugodtan szórakoztató, nem fog oda jönni senki sem. Nyugodtan előre mehetsz feltolni az ösvényt. Na majd jön az ösvény akkor hozzám. Ennyi volt. Köszönjük szépen. Aszta. Az már az jó kis sebzés, mondjuk hát. Három tárgyal ezért illik is. Hát akkor három már tárgy Huinán is elkészült. Igen. Az egyetlen különbség ugye a súlyosabb hatás, ami viszont elég jó lesz Fiórára. Erre majd számítania kell a csapatharcokban. Darshan pedig a Baron Nashorral megerősödött Doklával még annyira se akar harcolni, mint előtte. Huhi itt van. Na, vett még egy vámpír jogar Dokla. Sosem elég a gyógyulásból, mondja ezt ő. No. Ökéd ilyen érkezik közben. Az egész dzsungel felett átvette az irányítást az optik, tehát Rainovernek innen csak még nagyobb hátránya lesz. Ez a 100 farm is már elképesztően sok. Ez ilyen nagyon úgy tűnik, mint hogy tömik, nyomják lefel a minionokat a CLG torkán, és lassan-lassan egyre bejebb vannak, de ebből a Baron Nashorból azért több mindent el kellene hozniuk. Végzetes hullám kijött Ezreal-től. Rálátásra tökéletes volt, csak azt látta, hogy Power of Evil elhozza a tornyot. Be fogják törni itt a tornyot. Igen, és ez utolsó T2-es torony egyébként, amit most ostromol az optik. Miközben benn van az alsón egyébként Dokla, és éppen már az inhibitort üti. Ebbe beleszólni Darshan nem tud, nem tudom miért nem tud, mert van mindene, ami ehhez kellett volna. De ha rámegy, megölik. Igen. Dokla biztos, hogy kinyírta volna ebben a helyzetben. Ez most nagyon-nagyon nagy vereség ennek az Aatroxnak ezzel a Fiórával szemben. És nem jön a segítség, hiszen minden máshol is ostromban. Igazából ott már szinte nincs mit veszíteni. Ki kell valahogy bekelni ezt a Baron Nashort, egy perc. Újabb T2-es torony hullik alá. Ó, jó a kivirágzás, jön a négy felvonás, meg ott van a Gletscher szakadék is. Azért eléggé tankos Rainover. És ki kap ki? Hát nem más, mint a nagyfiút megbüntetik. Ökéd ilyen még túléli. Stopper órában válaszol Lerov. Gyönyörű volt a válasz. Ott a vonzás hullám, elmész innen a sunyiba. Az a kivirágzás pedig elment Luftba. Luftbalom. Úgy nézett ki, mintha ökédiát akart volna megijeszteni. Poe még azért elhozza ezt a tornyot, tudja, hogy nincs vonzás hullám, ellenben neki van csábítása. Poe három ember gyűrűjében szépen ugrál. Kettő, három. Na, jó, újra a sebzés, azért ő is fáj. Az a hullám azért fájt. Egy jó diszonancia parancskombóval, hát a 60-70%-át letépte Power of Evil életének. De ugrálsz, így gyere ide! Aki innentől át fogja gondolni ezt teljes helyzetét. Na hát a 3-0-ás Huhi, aki farmban abszolút egyenlő ellenfele Power of Evil-nek, nem hiszem, hogy akkor a hátrányban van, mint ahogy ezt az optik ígérte. Ennek ellenére Big It nagyot hibázik, mert pillanatokat fogják felmondani. Nézd meg a sebzést, amit majd rám ér Huhi, az lesz a legfontosabb. Tehát Stixé és Huhi kombolja együtt az ellopott tankossággal pillanatok alatt jelent gyilkosságot. Ez a negyedik lövés erótól pedig gyönyörű, így kell csinálni, aki Jim Main azt tudja. Huhi itt már egyértelműen egy vert helyzetben tudod gyilkosságot hozni Ero ellen. Ugye Ero volt rossz helyzetben, hiszen villant azért, hogy megöljön valakit. Hát, igen, az optik jól játszik, igen, megvan az előnyük, igen, a Baront ők hozták el, de Huhi.
A Hui faktor, azt mondod, becsappanhat? Hát ezzel az Orionnával simán. Ugyan van már Ánosztalaik medálja, meg van már varázs ellenállás, de Hui nem véletlen az Onya felé halad inkább. Ha már tárgyakról beszélünk, akkor van eleven Szabja Jairovnak is, így gyógyulása az nagy mértékben növekedett. És hát Dokla, Doklára szenteljünk egy kis figyelmet. Van rajta egy őrangyal. Egész meccsen őt nézzük. Igen, de nem véletlenül, mert elképesztően nagy nyomást fektet Dásánra, aki nem is igazán tud ebből kiszabadulni. Pláne így, hogy őrangyala van, még bátrabban bemehet egy csapatharcba. És hát nem tudom, Huit nem fogja elkapni, oké, de Rainovert és Dásán simán meg tudja büntetni, úgy gondolom. Ha már őrangyal, akkor az elkészült Ökédienen is. Igazából az Optik csapatharc potenciál nem a legnagyobb. Tehát, hogy Dokla nem a csapatharcban jó, Ökédien nem a csapatharcban jó, Power of Evil ott még okés, de ő sem abban éri azért a legerősebb szituációját. Ezzel szemben a CLG elég kényelmes helyzetben van a harcok terén. Nem véletlenül játszik ennyire egy 3-1-es ösvénytolást az Optik, ők nem akarnak harcolni, ők szeretnék belekényszeríteni 1v1-ekbe, 2v2-ekbe az ellenfelet, és jön a négy felvonás, Doklát ne lehessen megölni. Igen, igen, lassították, pont Huhit. Ez jó volt, viszont betörtek elég sok ösvényen. Ezt láthattuk, hogy már a Nexus védő tornyokat büntette Poe, és kísérte be a minionokat. Dokla Stixére nem megy rá, teljesen felesleges, de Stixére azért rámegy Doklára, a Biofrost nem ugrik be a lengerő rohammal, még arra sem, hogy az őrangyat leüssék róla. Poe pedig bent van, azt a társán, ez... Tehát senkivel nem tudja felvenni a versenyt nem, konkrétan. Nem, nagyon nem. Jó, a kábítás. Egy. Ez még kevés. Egy jó fél életerőre azért le lehet venni Rainovert egyetlen egy kombóval, míg Dokla röhögve visszatöltötte az életerejét, amíg Stixék 5 másodpercig nem foglalkoztak vele. Az a baj, hogy itt keringene, mint gólya, aki a levegőben jelen pillanatban a Siege, a saját bázisán belül, és minden egyik ösvényen jön a... ez a roham. És Poe elkapja Dásánt, úgyhogy nem tud átváltozni, hogy végső képességét elnyomni. Oké, lássuk róla az őrangyal, és nézd meg! Tehát így folyamatosan Dásánt és Rainover bünteti egyedül. Ide kell nézni folyamatosan a Biofrostnak és Stixének is, hogy eltakarítsák a minionokat, mert nem képes Dásánra egyedül. Dokla meg... ez kusztustalan. Igen, fura egy kicsit, hogy Dásán nem vesz egyébként Tiamatot. Ó, Doklát azt mondta, hogy megbüntetik, ott a lengerül, ami lássuk róla az őrangyal! Most jó lesz-e? Kérdés. Ki fog-e tudni csusszanni? Dokla, nézzük! Jó a revans, és onnantól kezdve meg lehet ön büntetni! Megvan. Így van, Stixi hozzá egy gyilkosságot. Dásánnak is azért csattant a végső képessége, jól látom. Igen, itt azért akkor lett volna jó a csere az Optiknak, hogyha el tudják hozni a Nexus védő tornyot, ezt viszont nem tudták megtenni. Úgyhogy most valamennyire jó lett a kibételés Doklából, így őrangyal nélkül kell a következő harcba szállnia. A jó 37. percben járunk. Baronna sor éled, és Dokla nincs. Viszont nem mehet nagyon ki a CLG, mert a bázis a folyamatos ostrom alatt van. Igen, két ösvényen is jönnek a piros minionok. Ez egy nagyon-nagyon rizikós helyzet. És pláne úgy, hogy Ökédien ott van a baronna sornál, még nüansznyi esélyt sem ad arra, hogy elhozzák. Megpróbálják ettől függetlenül. Meg, kénytelenek, viszont az alsó ösvényen néznek, három játékos próbál torony, és egy bázis ostromot végrehajtani. Po egy jó csábítás Stixére. Onnantól kezdve ez egy vert helyzet. Megvan az első torony, és közben a baron Nashor az, ami hát életben maradt, és nem mennek haza a CLG-sek, mert meglátták a két ilyen. Viszont visszavonul az Optik is. Jajjaj, ez elmég csatája, hölgyeim és uraim. Itt minden egyes mozdulat számít most már. Egy elrontott csapatharc az Optik oldaláról, vagy a CLG oldaláról mérkőzést fog érni. Na jó, csak... mit fog csinálni akkor az Optik, hogyha visszajön a harmadik inhibitor? Tehát onnantól kezdve a CLG-ből, a vert helyzetből ki tud evickelni. És persze, le lehet teleportálni Doklának és Power of Evil-nek, és akkor ők eltologatják ezt az ösvényt egy ideig. De akkor rá fog olinezni a CLG mindenre. Most például a baronra tervezik ezt. Itt teleportjuk van, és van a bázison belül egy piros őrszem. Igen, de ez a baronosan el fog olvadni, mire odaér a Kirian. Tehát ennek már kb. Hát még nincs vége. Négy felvonás, itt valamit éreznek, és most már le is buktak. Big Egg most jönnek be, Ökédien itt van, és van rajta őrangyal. Leesett időközben Dásáról az ulti. Kettes életen, oh, benn van! Megvan! Megvan! A baronna sor Rainover elhozza, és újra fog éledni. Ökédien nem halt meg. Megváltás érkezik, így a CLG birtokolja baronna sort. Az azért vag ez, hogy a végső képességét úgy nyomja el, hogy közben egy halott, és egy őrangyal éppen újra éleszti Ökédient. Igen. Aki villant és ultizott, úgy jutott ki onnan. Viszont a baronna sor a CLG-nél, és hogyha eddig az Optik legerősebb fegyvere az volt, hogy óriási előnyben voltak és vezettek, és folyamatosan kontrollát tartottak a CLG-bázisát, ennek így... hát szeretném kérni a Redtől az Already Overt, mert itt ezen a ponton a baronna sor által felerősített minionokat
már sokkal, sokkal körülményesebb lesz ugye eltüntetni, nem, mondjuk nem Doklának. El kell kapni valakit, egy ember talán Dokla lenne az, aki Dásán meg kéne, hogy büntesse. Viszont 4v4-es csapatharc fog kialakulni, miközben az előbb említett két ember folyamatosan üti egymást. Nem jó a vonzás hullám, nagyon kevés embert, és azt is a Biget talált el. Menekülni kéne így a CLG-nek, de nem akarnak meghátrálni az őrszemek csatáját, láthatjuk. Miközben Poe elindult. Elindult, hogy segítsen a Doklának. És ez bizony nem lesz jó, hogyha nem veszi észre időben. Hello. Azért, mert mennek haza, épp ez Stixi. Stixi haza is ért. A vonzás hullám hiba az egyértelműen elhúzta a lehetőségét a CLG-nek arra, hogy itt bármilyen csapatharcot nyerhessen. És a... hát ezt az ősi sárkányt is oda fogják adni, nem is kicsit. Na nézzük! Pláne így a Stixi büntette. Aja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 j
ezen a sor ellen. És négy ősi sárkány, tehát négy darab sárkány ezzel megerősített ősi sárkány, ami nagyon sokat számít. Kettő hegyjel, atyú úristen. Az Optik újra visszakapta a lendületet. Ezzel nagyon gyorsan fognak átmasírozni az ellenfélem, viszont még mindig nehéz a csapatharcuk. Jó, ha Huhi ilyen vonzáshullámokat nyom, akkor nem. De most náluk van a sebzés előny, sokáig van. Tiamon sok minion, ezt le kell takarítani, valószínűleg ide jön egyébként ökén ilyen. Nem? Hát, ezt a piros a Doklának átadja. Dokla fog érkezni a felső ösvényre. Lassan mindenki full build-en van. Kacsodált a vonzás Powertól, és Pyrofrost nagyon-nagyon pofont kapott. Jó volt ez a csávítás. Igen, de nem halt meg. Nem. Ami annyira nem jelenti azt, hogy akkor nagy a sebzés a Power of Evil-nek. Tehát azért egy asszín, vagy orgyilkos, egy ilyen gyenge Rakant, mert ugye Rakant nem egy tankos karakter, ezért le kell tűnni. És jó, persze, van varázs ellenállása, ugye mind abból a jó kis légió igiszéből azért kap. És ráadásul van még egy ilyen tárgya az Eke Szövetsége, amit ugye abból építünk. De azért olyan sok nincs. Tehát azért varázstörés is van Power of Evil a cipőjéből. Ó, és Potif is vásárolt Poesz, az utolsó ütközetre készülnek. Három ösvényen jönnek megint az optikusok. Ezt már láttuk itt 10 perccel ezelőtt is. Kérdés, hogy most be tudnak-e menni a bázisra. Az alsó ösvényen még nyitva van, nincs inhibitor. Ott jelen pillanat a Poet néz farka szemet Dashannal, akinek van őrangyala. De hát ha láttuk, a Rakanba ekkora sebzése van, akkor mekkora lehet Dashanba, akinek szintén van varázs ellenállása, még nem kevés tankossága. Stixinek viszont érik a sebzése egyre jobban befele. Letaszított királykardja, háromság hatalma, Muramana, Maramun, mindenféle Moon van nála, meg Manok. Dokla pedig üti az inhibitort, nem is kicsit, háromság hatalmával elég szépen tudja pusztítani, Huhi! Kim van a gömb, de nem találta el vele, vagy nem akart behúzni. Igen, szép volt amúgy Doklának a sebzés az inhibitorra. Erre mindenképpen figyelnék, és megint ugyanaz a taktikája az Optiknak. Próbálkoznak valahogy fenntartani a lendületet. Ez még az ősi sárkánynak köszönhetően egyértelműen menni fog. Négy felvonás, a két ilyenben van, Big ott van, Power of Evil eltalál valakit, egyelőre még nem, viszont a torony élete egyre jobban fúgy, ahogy Renover is. Bemegy Biocross, szép a vonzás hullám, letörölték Oriannát a meccsről. Innentől kezdve mehet a Siege előre, de megvan a Inhibitor Doklán. Ben vannak a bázison, ledölt az utolsó torony. Eros szépet sevesz Renoverre, jó a kivirágzás, ökét ilyen nem, mindig ott van az őrangya, nem, már nincs. Úgyhogy neki menekülnie kell. Kicsit az Optiknak nagyon vissza kéne mennie, Jézusom. Nem mehetnek, muszáj tartaniuk a lendületet, mert ha innen visszamennek, akkor a CLG összeszedi magát, újraírja a szabályokat, visszajönnek és kiszedik az Optikot a pályára. Láttuk, hogy egy All-in Power of Evil-re elég ahhoz, hogy ő eltűnjön és Zonyát se használhasson el. Na és ezen a ponton van az, hogy az Optiknak érdekes szituáció van. Ember hátrányban vannak, de inhibitort hoztak. Igaz, hogy egyelőre csak egyet. Megveri még ők idének visszacsattan a őrangyala, és utána azért bátrabban be fognak tudni menni. De akkor is ember hátrányban lesznek Power of Evil nélkül. Igen. És van már mindene. Ugye a Thunder ultit leszámítva a CIG-nek, Dokla kapott egy nagyot. Szép a sebzés az Ezreal-ből, amit említettünk is. Viszont minionokat tudnak takarítani az optikusok elég szépen. Érkezik teleportál időközben, Poe. Nagyon szép taktika az Optiktól. Aha. Nagyon-nagyon szép. Nem mennek bele az 5v5-ös harcba, és tudják, hogyha belemenjenek 5v3-ba a CIG srácok, akkor az annyit jelent, hogy vége. Hiszen beendelik a két sidelint. Huhinak túl kevés manája van egy csapatharca, és nem mehet haza, mert ő az,
aki takarítja a minionokat, nem más. Oh, négy felvonás megint érkezik, nem talál eddig senkit, Big Ben van, és próbál felrakni a jelzőket Rainoverre. Oké, DM beszorul, le fog esni az őrangyal, még egyelőre nem, és kapja a sebzést Darshan, Doklának szép a sebzése, fel van ütve, gyönyörű Rainoverre a sebzés, ott a vonzás hullám, de nem öli meg Oké, DM-t, ellenben Darshanról leesik minden, csattan a végső képessége, megvan az inhibitor, menek tovább, Aerov, mekkorát sebez, atya úristen, Stixine menekülnie kell, Darshannak ismételten vissza kell lépnie, túlélte mindenki az Optiktól, és benn vannak a bázison, nincs egyetlen egy inhibitora sem a CLG-nek, ez bizony jó, ha az Optik szempontját nézzük, pláne úgyhogy egy perc múlva érez a baronnasor, kitakarítják még az ellenfél jungle-ét, hazamennek, vásárolnak, és egy baronnasorral próbálnak egy utolsó nagy ütközetet itt a 45. perc előtt. Húhi egyszerűen nem szemelhette halálig a képességeit, mivel körülbelül 300 manája volt, és ezt a kombót úgy kellett kihasználnia, hogy mindenkit eltaláljon vele, vagy legalábbis létfontosságú célpontokat is legyen elég sebzése. Ezt meg is tette, ezért van amik bent a játékban konkrétan. De annyira nehéz megölni ezt a mennyi 1-2-3 őrangyalt, amivel rendelkezik az Optik. Hát az anyja is annak számít, mondhatni. Na ráadásul, bár ezt nem tudta Power of You lehasználni az előbb, ugye? Igen. De nagyon, tehát hogy igazából, hogyha CLG-ből legalább egy ember felnőne Huhihoz, akkor már rég nyertek volna. Az Optik pedig... Az Optik pedig egyszerűen taktikailag zseniálisan játssza meg a kompozíciókat is, amit elképzeltek. Az egész ott bukott el, hogy Darshan Antrixon nem tudja felvenni a versenyt Fiorával, akármit csinál. Még ezt a stopperorát sem törte össze, annyira nem ment rá a gyilkosság Dokla. Csak kiütötte róla. Ranguino menye is van. Na ez most nézzük, három emberes Dokla büntetés. Darshannak elég nagy sebzés szenved el, szép volt a nagy kihívás. De ott van Biofrostnak a lehengelő rohama, még visszamegy Dokla azért a sebzés osznak is, még mindig bírja. Négy ember között kap egy égetés, Dokla elmenekül. Dokla elmegy, négy ember és kijöttek a végső képességek. Megvan a baronnas, az Optik elhozza. Ha nem ölöd meg Doglát, itt a vége, Poel pedig hozza a minionokat. Van baronnasor által felelősített minion, hát még három darab, négy darab, ekkora nagy állat, ezt nem állítja meg a CLG. Nincs olyan isten, hogy három ösvényről érkező felelősített minionokat. Ennek vége van. Biztos, hogy a minionok befejezik. Úristen. Lehetetlen, négy felvonás még érkezik Eroftól, hogy még büntessék őket. Poel beugrik, sebzés jó, de lehet, hogy őt büntetik meg. Most jó az onnyi, egyre ki lehetett használni a megváltást, talán senkire nem hillel. Big ott van, felütötte. De a minionok azt mondják, hogy elég volt ebből a 40x percből. Most már unjuk ezt a szenvedést. És Darcik megkapja a pontját. És Darcik megint megkapja a pontját. Micsoda ölelgetés Doklára, nem véletlenül, hiszen az egész... A Doklát... Teljesen természetes volt. Akkor a pressure tudott helyezni, és nyomást a CLG-re. Darshan konkrétan hazamegy és el fogja ásni az Aatrox választásait szerintem ezek után, mert annyira kiszedte Dokla ezzel a Fiórával, jogosan boldogok. Nem is volt harc, nem harcban verték el a CLG-t, hanem abban, hogy mi nem fogunk harcolni, srácok. Ti nyugodtan gyertek, üssetek, jó vagy, jó, üljél el a sarokba, szép ott. Hiába ölték meg egyszer-egyszer Power of You-t, hiába nyertek harcot a CLG-sek, folyamatosan a váltott ösvénytolás stratégiájával le voltak zárva a pályáról, és oda voltak ragasztva a saját bázisukra, hiszen az előfeltétele az egésznek az, hogy 1v1-ben esélye sem legyen az egyik félnek. Aatroxnak most nem volt esélye ezzel a Fiorával szemben, és ezen a ponton kb. Az egész meccsel is dőlt. Egyszer sem volt olyan szituáció, hogy idézői képesség előny lett volna, ami valamennyire gyengíti a Fiora 1v1 potenciáját, egyszer sem tudott kezdeményezni a CLG, hogy 4v5-ben leszedjék az ellenfelet, mert túlságosan jól bírták. 4-5-ben az előbb itt 4 MP fölték az a Fiorát, és lesikült verni 30%-ig. De őt nem, de a többieket beletett volna. Igen, jó, a Poét azt nagyon csúnyán megbüntették ott egyszer-kétszer. Nem volt elég. Hát, amit mondtunk, hogy lenyomták a minionokat a torkán a Nexusnak, ez leginkább így nézett ki, mert hát beterelték, és körülbelül, hát túl sok mindent nem lehet elmondani róla tényleg, mert nem az volt, hogy leászoltak és befejezték a mérkőzést, hanem egyszerűen nemes behozták a baronosra által felelősített minionokat, és nem tudták felvenni a versenyt egyszerűen. Nem volt ekkora sebzésük. Pláne ugye még a hősökkel is szembe kellett nézni. Hát gratulálunk az Optiknak, meg így Darcignak is. Szép volt. Na, és aztán jön a elsők. Összecsapás a FlyQuest Echo Fox. Mi nem a nap mérkőzése? Nem, ez nem a nap mérkőzés, az már volt. Hát lássuk, hogy a Echo Fox és a FlyQuest mit tud kezdeni egymással. A CLG és az Optik kimerítették a hosszú meccs fogalmát. Hát azért ennek ellenére méltó volt ahhoz. Viszont a CLG egyre többet bukik, az Optik egyre többet nyer, Amerika megint teljesen újraírja a szabályokat, tehát az elsőből az utolsó, és utolsóból az első. A Cloud9 is úton van már, srácok.
egy kis szünet, és nem sokára érkezünk vissza a harmadik mérkőzéssel.